Látványos kutyás bemutatóban csúcsosodott ki a Gáspár András Technikum mai diák önkormányzati napja. A Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár katonái és négylábúi mindent megtettek azért, hogy lenyűgözzék a pálya iránt érdeklődő fiatalokat. Ez sikerült is. A mai nap teljesen a diákokról szólt az iskolában. Olyan napot próbáltunk szervezni, olyan programokat, ami őket érdekli, illetőleg próbáltuk a partnereinket bevonni, mint például a hátam mögött, nem tudom mennyire látszik, tehát lesz egy honvédségi kutyás bemutató, ugye honvédkadétjaink vannak, honvédségnek is jó, hogy megmutatja magát a városban, tehát ugyanígy próbálkoztunk egészségnapot ráfűzni, ugye úgy tudom, hogy ma van a vízvilágnapja, március 22, tehát csináltunk egy vízkvízt, egészségnappal erőlködünk, mert azt látjuk, hogy nincsenek tisztában a diákok az alapokkal. Szépen beosztottuk a tanulókat, osztályokat, tanárokat egy-egy programra, forgószínpadszerűen minél többfele eljussanak, minél több mindent megtapasztaljanak. A honvédségi bemutató pályaszocializációra is alkalmas, hiszen segítheti az elköteleződést, ha a fiatalok látják, milyen szakmai szintre lehet eljutni, például a kutyás egységeknél. Aki ott van, mondjuk honvédkadét, rendész, akkor kapjon megerősítés, jó helyen van. Aki nincs ott, lehet, hogy egyszer oda kerül, és így tovább. Tehát igen, ez egy ilyen hátsó gondolatunk, hogy megerősödve jöjjenek ki az iskolából. A mai napon programból nem volt hiány, a sport és kvíz rendezvények, illetve kutyás bemutatók mellett az érzékenyítés is megjelent, hiszen a helyszínen a Mencsvár az állatokért és környezetünkért alapítvány kutyusaival is foglalkozhattak a diákok, nem is keveset. Szeretnénk egyfajta jótékonyságot is gyakorolni, tehát ha már sok diák van, ha már programokat szervezünk, akkor lássanak akár menhelyi kutyákat, lefotóztattuk őket, Facebookra felteszik, tehát egyfajta plusz házi feladatként is fölkerül most egy csomó kutya majd. Köztudatban, hát ha segítünk, mert közben meg a Mencsvár alapítvány úgy tudom, hogy kinőtte a helyét, tehát ők meg pénzt gyűjtenek, bővülni szeretnének, költözni, és akkor így a kereslet és a kínálat tulajdonképpen találkozik. A szervezők jövőre pedig még nagyobb rendezvényt szeretnének, hiszen a koronavírus járvány után az újbóli megszervezés sem ment könnyen. Tavaly újra kezdtük, és idén folytatjuk, jövőre pedig szeretnénk fejleszteni a döknapunkon. Tehát jövőre talán több ilyen mozgásos feladatot gondolnánk, extrém sportok, nem is tudom. Tehát már alakulnak tervek, amit most hirtelen nem tudtunk belezsúfolni, azt majd lesz időnk megszervezni. A rendezvény csúcspontja tehát a négylábúaknak kedvezett, de ebben a tavaszi jó időben senki nem bánta, hogy a szabadban tölthette a 4.-6. órát.